Mokka! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Csak ennyi? Hát most minek pofázzak fölöslegesen ebben a korai időpontban, akkor sok korán kell hülyének. Kap majd annyi levelet, hogy... Leszarom, hát nem tudom. Kedves nézőink, lesz majd játék, ha vas Erikkel. Hát velem ugyan nem. De hogy nem, magával imádnak játszani a nézők. Unom már magát is, meg a nézőket is. Vagy nem volt magának nagyobb melletek ma? Most azt hiszi, hogy jó fej? Tudom, hogy jó fej vagyok, esküszöm, nagyobb volt a mellettek, nem? Claudia, a maga sötét, beszűkült agyam mellett én a fényt jelentem ebben a kora hajnali időpontban. Gunka! Hát maga még a csattogos lepkét húzta, amikor én már sztár voltam a rádióban. Persze, csak akkor még kiszel Erik néven, mi? Most azt hiszi, hogy szellemes. Na, mondja, kik lesznek itt a vendégek ma? Első vendégünk Bajkai Lajos lesz egy zöld szervezettől. Mi a szart akar itt? Mi hívtuk meg, mert tiltakoznak a Börsönyben felépítendő oktatási és szórakoztató centrum ellen. Megmondom, már halálosan unom, hogy mindenbe beleugatnak ezek a zöldek. Hát adok neki egy percet, aztán kirúgom. Ezt beszéljen meg vele. Vendégünk Bajkai Pál, a Zöld Liberálisok Szövetségének az alelnöke. Pontosítanék, szerkesztő úr, a Liberális Zöldek Szövetségének titkára vagyok. Ki nem szarja, nem meg. Na most itt van nekem írva, hát itt a ilyen szerkesztők elhányták valahova, hogy na mindegy, hogy egy ilyen oktatási szórakoztató központ épülne a különösen védett mohák lelőhelyére, és ez csípi a maguk szemét. Nem a szemünket csípi. Nincs rá példa Európában, hogy olyan helyen, ahol a kéregkarmú pinyfészkel, nevezetesen a földön futó mohában, ott megzavarnák a természetnek ezt a ritka csodáját. Az igazság az, hogy én halálosan unom, és tele van a hócipőm, ezért a natúráért aggódó ócska falmelléki blabla szöveggel. Hát különböző az időnk lejárt. Vendégünk volt Bajkai Pál, a Zöld Liberális Sok Szövetségének Mátra vidéki első főtitkára. Bajkai Lajos, a Liberális Zöldek Szövetségének titkára. Hát mondd már, nem minden. Maga olyan nyers tud lenni. Hát maga meg mindig aggódik attól, hogy így feltolta a mellét, ne legyen mennyire jó neve. Hát nem könnyű magával egy légtérbe lenni, na nem baj. Mit szól ahhoz, hogy egyik nap esik az eső, fúj a szél, mára meg 30 fokot mondanak? Hát nem tudom, nekem meg se kottyan. Az ilyen klimax közeli nőknek, mint maga Klaudi, ez problémát okozhat. Hát ezt nem hiszem el. Akkor mitől gyöngyözik a homloka? Egész egyszerűen attól, hogy izzadok. Kipárolog az ember szervezete, de hát ezt magának mondjuk hiába is magyaráznám. A kutya például kilogatja a nyelvét, az ember megizzad. Hát, ezzel azt akarja mondani, hogy én nem is vagyok ember, ugye? Maga nő. Hát maga genetikailag nem gömbölyű, de biztos remek is beszélgetést fog kerekíteni következő vendégünkkel, dr. Marosfai László genetikussal. És ez mi a túrót akar? Hát nekem ide az van írva, hogy a teherbeesés valószínűségének tudatos növelése a családtervezés fontossága. Hát ez egy baromság. Oka. Ma reggel egyik vendége dr. Benedek Péter, kardiológus. Dr. Marosfai László, genetikus. Hát abszolút nem érdekel nézőket, hogy magát hogy hívják, de egyáltalán nem is tudom, hogy miről beszélgessünk ebben rövid időben.
A fogantatás legvalószínűbb időpontját lehet tudatosan szabályozni, legalábbis az esélyt a petesejt megtermékenyítésére növelni, hogy a leendő kismama... Azt hiszem, erre mondjuk itt nincs is idő, meg hát szóval nem menjünk már vissza Ádámig, meg Éváig. Szerintem az a lényeg, hogy fogja magát a pali odarítjent, hogy ez vagy lesz gyerek, vagy nem lesz. Főszerkesztő úr, hát azért a rendszeres hőmérőzés... Nézd, hát ez egy hülyeség, amit annak idén elmentem egy csajjal táncolni. Táncoltunk, átmentünk a másik szobába, sics, hogy ezt visszamentünk táncolni, mondjuk, és hát képzeld, hogy két lassú szám között bedugtam a csaj szájába egy hőmérőt, tehát ez egy baromság. Akkor köszönöm szépen Kortárs Béla, a halbiológusnak, hogy eljött. Játék, nem tudom, melyik kamerával van ez most. Van valaki a vonalban? Igen, itt vagyok. Zombori Jánosné vagyok, Katinka. Katinka, beszélök. Na, Katinka, figyeljen rám. Ki volt eddig a heti hetes legnagyobb sztárja? Gálvölgyi János. Nem a Gálvölgyi. Lehetne még egy kis segítséget kérnem? Hát... Katinka, Katinka, annyit segítek, hogy nem a Gálvölgyi, nem a Bajor, nem a Farkasházi, nem a Verebes, hanem... Csak nem a tanár úr. Jól van, nyert, Katinka, gratulálok. Na, figyeljen rám, Katinka, mindjárt, mert föl van nekem ide írva, hogy mit nyert. A muzsikás százlábú együttes CD-jét, egy DVD-t az Alföldön található kisragadozók éjszakai táplálkozásáról, 4 mozi egyet, kap egy fitnessbéletet a Varga és Tóttól, amint Tótné kondicionáló szalomba, és megnyerte a legújabb könyvemet, aminek a címe, én írtam, a kurvák nem szeretik a kamambert. Ne tegye le a telefon, majd itt a szerkesztők felírják a címét, ahol ezt a sok szart elküldik, plusz a könyvemet, és akkor most szemben reklám.